Sziasztok, szép napot mindenkinek! Egy különleges fanboxing videó elé nézünk, ugyanis a Lidl-től kaptam egy csomagot, és hát biztos vagyok benne, hogy főzni vagy sütni fogunk valamit, úgyhogy én már el is helyezkedtem a konyhában, lássunk hozzá! Pa-pa-pa-pam! Itt is van a doboz, lássuk, hogy mi van benne. Úgy izgulok. La-la-la-la-la! Oh! Azt a mindenit! Na hát, ebben rengeteg minden van, jött egy levél is, lássuk. Kedves Nóra, fogad szeretettel csomagunkat, melyben rengeteg szuper alapanyagot találsz, aminek segítségével elkészíthetsz egy igazán ünnepi és incsiklandó süteményt. Kíváncsian várjuk a végeredményt, örömteli sütést és karácsonyi készülődést kívánunk neked, üdvözlettel a Lidl csapata. Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elküldtétek, na lássuk, hogy akkor mi érkezett. Van itt nekünk lisztünk, jött egy kis őrölt fahé és őrölt gyömbér, már már tudom is, hogy mi lesz. Egy különleges deluxe mézválogatás. Ú, de szuperül néz ez ki. Ez még egyébként karácsonyi ajándéknak is szuper, főleg nekem, aki imádom a mézet, úgyhogy... Akkor van itt sütőpor, ez is nagyon hasznos lesz, és érkezett, egy kis tea, szuper! Na akkor menet közben már a gyömbér egyébként súgott nekem egy kicsit. Arra gondoltam, hogy elkészítem a kedvenc gyömbéres karácsonyi kekszemet, amit az elmúlt hónapban rengetegszer csináltam, és hát nagyon sokat instasztoriztam is róla, és a receptet is megosztottam már veletek, de mindig kérdezitek, hogy Nóri, mi ez, annyira jól néz ki, meg hát az egész család oda van érte, és az pont abba kell gyömbér, fahé is, liszt is, méz is kell bele egy kicsi. Azért egy-két dologra még szükség lesz, hozom is azokat. Na, itt is vagyok, villámgyorsan kipakoltam mindent, jöhet akkor a pontos recept, de kicsikét nekem is puskázni kell, mert így karácsony előtt már ilyeneket, hogy miből hány deka kell, azt már nem tudok észbe tartani. Szóval, kell 22 dekagram liszt, kell 15 dekagram cukor, 10 dekagram vaj, 2 evőkanál méz, én ilyen hársmézet választottam, kell 2 teáskanál őrölt gyömbér, az ugye itt van, kell 1 darab nagy tojás, kell 1 teáskanál őrölt fahéj, 1 késhegynyi őrölt szegfűszeg, az itt van, igen, ezt már kitettem, 1 késhegynyi őrölt fehér bors, az itt van, 1 csipet só, 1 késhegynyi sütőpor, és fél teáskanál szódabikarbóna. Az egészet úgy kezdem, hogy összezuttyintom a száraz összetevőket, úgyhogy átszitálom először a lisztet, hogyha ez megvan. Jöhet bele a cukor, a cukor után jöhet egy picike só, egy csipetnyi. Ha már a csipetnél járunk, akkor ugye azt mondtam, hogy kell egy fél kis kanálnyi szódabikarbóna, egy icipici sütőpor, és akkor jöhetnek bele ugye a különböző fűszerek, amiből igazából ízlés szerint nyugodtan rakjunk bele. Gyömbérből mehet bele, azt írja, hogy 2 teáskanálnyi, de én ebből egy picit kevesebbet fogok tenni, ugyanis nagyon-nagyon szeretem az igazi gyömbérnek az ízét, úgyhogy én rendes gyömbért is fogok majd bele reszelni. Fahéjból mehet bele szintén egy kis kanálnyi, de mivel rólam van szó, meg egy kanálnyi, mert azt imádom. A borsból csak egy keveset, attól lesz egy picikét pikáns a történet, és az egészet szépen összekavarom. Na, ez meg is van, úgyhogy akkor mehet bele minden más, a vaj, a tojás, a méz, és itt van nekünk még egy gyömbér, ez nem volt benne az eredeti receptben, de én nagyon-nagyon szeretem magát a gyömbért, úgyhogy nekem nem elég őrölt verzióban, én szeretnék igazit is belerakni, úgyhogy hát azt mondanám, hogy egy ekkora darabkát megpucolok, le fogom reszelni, és az is mehet majd bele. Miután összegyúrtam a tésztát, egész egyszerűen csak picike kis darabkákat, kis golyókat kell belőle formázni, és akkor egy sütőpapírra, bélelt tepsire ezeket így ráteszem, és én szeretem mondjuk így az ujjaimmal egy kicsit megnyomkodni, és akkor lesz neki valami mintája, de hát ez igazából teljesen egyéni, hogy ki hogy szeretné a kis
kekszeit elkészíteni. Annyi a lényeg, hogy közben már bekapcsoltam a sütőt, 160 fokon fognak ezek a kis szépségek egy olyan 10-12 percig sülni. Pa-pam! Az első adag kész is van. Nézzétek, milyen gyönyörű, és olyan illata van. Tehát amúgy is nem kell ecsetelnem, hogy egy fahéjas mézes sütinek milyen illata van, de ezt képzeljétek el még akkor gyömbérrel, szóval egészen elképesztő, és az illatánál már csak az íze a finomabb. Ugye ezt ilyenkor akkor egy kicsit hagyni kell kihűlni, ki lehet szedni egy tálcára, rögtön is fogyasztható, de utána is nagyon-nagyon sokáig én van, hogy még egy héttel később is ezt szoktam enni, ha marad belőle. És mivel a keksz az egyik nagy kedvencem, tehát hogyha megkérdezitek, hogy Nóri, te mit szeretsz, inkább a csokit, vagy inkább a kekszet, akkor kekszet. Mit szeretsz, inkább a sütit, vagy a kekszet? A kekszet. És a piskot, mindenben a keksz lesz a válasz. Tehát én abszolút kekszes lány vagyok. És a másik szerelmem pedig nem más, mint a tea. És hát keksz teával tökéletes választás volt, úgyhogy köszönöm szépen Lidl, remélem, hogy tetszett ez a rész, és hogy elkészítitek ezt a receptet. Sziasztok!